Hello mindenkinek, én Marci vagyok, és ez egy ilyen exkluzív backstage videó, mert itt vagyok egy ismeretlen házban. Az ismeretlen házban megtaláltam a régi játékaimat. Egyébként Balatonon vagyok, és ez nem ismeretlen ház, hanem a miénk, de attól függetlenül megtaláltam benne a kiskori játékaimat, és találtam pár elég vicces tárgyat, amiket úgy gondolom, hogy nem mutathatnék nektek. Oké, hát akkor kezdjük. Minden gyerekkort végig kísért a tag deck. Sosem tudtam vele igazából játszani, mert igazából az volt, hogy így nyomtam le folyton, és nem tudtam elengedni, és most se tudom. Emlékszem pontosan jól, hogy egy trükköt nem tudtam vele, de hogy menőbbnek tűnjenek a tag deckeim, lecsiszoltam az aljukat, mint hogy folyamatosan korlátoznék velük. Mivel vagyok. Egy mini kaktusz. Hogy ezzel így hogy játszottam így? Ugye minden háztartásban kell egy mini kaktusz. Ciki-caki labda a következő. Ugye mindenki szerintem emlékszik arra, hogy ezeken a animációs csatornákon folyamatosan nyomatták a szünetekben azokat a menő játékokat, amiket muszáj volt másnap megvenni a Gyerekszigeten, vagy nem tudom, hogy hívják a játékboltot. Mindegyik hihetetlen gagyi volt, és általában egy hét múlva már el is romlott. Ez a ciki-caki labda pont nem tud elromlani. Ennek igazából annyi a lényege, teljesen értelmetlen az egész, hogy ledobod a földre, és nem arra pattan, amerre gondolod, hogy pattanni fog. Féllábú bóc, ami csak ennyit tud. Na most figyeljetek, mert ez mi a fasz? Elefánt! Egy balettozó elefánt! Tökéletes a gyerekeknek! Ez mi? Ez kurva jó! Süsi a sátán! Akkor meg tudtam úszni. Egy igazi csavarfogó... nem tudom, nem jártam sokat a praktikerbe régen. Na jó, igazából vicceltem. Nem tudtam úszni régen sem, de csavarhúzókkal tényleg játszottam. Hajó üvegben. Tovább menve, találunk itt egy kurva nagy hajót is. Most figyeljetek, emberek! Nem más, mint... Készen álltok? A Titanic Transformers! Milyen lett volna, hogy megy a jég egyfelé a Titanic, aztán az utolsó pillanatban egy átalakul egy Transformers-é, aztán így megfújja a kezem, aztán egy kilő a vízből. De amúgy rájöttem valamire, a Titanic filmje, az igazából, gondoljatok bele, rengeteg megtörtént sztori volt a Titanicon, rengeteg megrázó történet, rengeteg tragédia, és a készítőjének, a Titanicnak sikerült pont egy olyan sztorit választani, ami kitalált. Tudod-e a választ? Mostantól nem Facebook kérdéseket fog csinálni, hanem ebből fogok kérdésekre válaszolni. Na kezdjük akkor el. 180 kérdés és felelet. Na, a futball VB-ről. Mikor alázták meg 7-1-re a brazil válogatottat? Mondjunk tradicionális brazil neveket. Fred, Oscar. Mondjunk tradicionális német neveket. Özil, Boateng, Kedira. Átlagosan hányan nézték a helyszínen az 1994-es amerikai VB meccseit? Azt a kurva. Melyik játékos kapott piros lapot az 1998-as világbajnokság negyed döntőjében? Most figyeljetek, amint kiakadtam. Fitness CD! Sőt, kazetta! Csináltam egy listát arról, hogy milyen barátság jelképes dolgokat lehet venni a boltban. Nézzük, miket írtam föl. Karkötő, póló, baba, ház, kunyhó, állatka, cipő, fénykép, kristály. Egy barátság kristály. Így a barátságunk elé odaadok neked egy ilyen 80 karátos kristály. Tessék, csak 5 milliárd forintba került. Még egy ló. Kettő lóbat találtam, és figyeljetek, mexikói kutyát. Los Pollos Hermanos! Kismacim, itt az ideje, hogy a fejed leted, megnézhetjük együtt, gyere, fekszik minden gyerek. Ho, ez ilyen freestyle rapnek is elmenne. Kismacim, itt az ideje, hogy fejed leted, megnézhetjük együtt, gyere, fekszik minden gyerek. Yeah, yeah, yeah. Róka papa is csupa fülkiskökének bajon nem esetik, mert egyedül nem hagyja éjszaka. Yeah, yeah. Nem hancúroz egy cica sem, már mind összebújik, Skandur papa ütemesen dorombolgat nekik. Égre pislog fészekekér, mert a hold fenn ragyog, anyukásítva így beszél, mindjárt elalszotok. Yeah, yeah. A kisvör... Miről olvassunk a gyereknek kiskorában? A macikáról, a cuki kis kutyákról nem, a kis vörösbegyről, pecsegő poszátáról. És ezt így megérte egy 5 éves gyerek. Kis macim, aludj már a kurva anyádat, már este 9 van. Ezeken én már nem is csodálkozom. Tehén, tehén, tehén. Öcsém, nitrós kocsi. Anyás! Hoho! Piu, piu, piu!
Öcsém, hát maga soha nem fog tudni már maszturbálni. Imádom a játékmenet, esküszöm, nem királya. Tudjátok, mit találtam az előbb? Egy igazi Ferrari-t, nézzétek! La 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 la, it's the double 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 G Snoop Dogg. Gidiéző vázat. Imádtam régen rajzolni, nézzétek milyen részletesen kidolgoztam a Barbie kávéházat. Három vonal az már nekem egy kávéház. Négy vonal az meg már egy plázát jelent nekem. Nagymerton on the M. Nagymerton on the mix. Nagymerton in the house. Nagyon szeretettek, szerintem velem lenni itt a szüleim, biztos nem volt nagy hangzavar. De hogyha ez még nem lett volna nekik elég. Mivel játszom a gyerek, hogyha nincsenek itthon a szülei? Rotring heggyel. Ez tipikusan egy olyan katonának néz ki, akire az életemet is akár rábíznám. Stabiló. Valami ilyesmi van a Stabilónak a reklámjában egyébként, és kicsit sem próbálja a gyerekek rossz irányba irányítani, hogy valami ilyesmi, hogy minden csíkra jó, vagy valami ilyesmi, és mi a fasz? Ah, bazeg! Stabiló. Szív fel egy csíkot. De most találtam egy vásárlási blokkot, emberek! Na nézzük, hogy miket vásároltam. Akkoriban, nézzük, tojás, dobozos, helyneken, sörös doboz. És végezetül találtam még itt egy 500.000 forint értékű karórát. No hát, és elérkeztünk ennek a videómnak is a végére. Tudom, túl jó volt ahhoz, hogy vége legyen, de minden jónak egyszer vége szakad, hogy a mondás is tartja. És így utoljára megmutatom nektek a füzetemet, amiben nem tudom, hogy miket írkáltam, vagy miket rajzoltam, de tény, ami tény, hogy itt van egy füzet marci felirattal, ami már csak jót jelenthet. Igen, a negyedik pálcika ember világháború, vagy nem tudom, de ha jól láttam, akkor ilyen történetet is kerítettem hozzá. Volt egy virtuális világ. Az egész úgy kezdődött egy csatával, ez a csata csak a labirintusban volt, szóval térjünk vissza a csatára. Voltak a lézerkardosok, ők voltak a jók. A gonoszok voltak a puskások. Ez mi? Ez micsoda? Pálcika ember piramis vagy micsoda? Elérkeztünk egy nagyon szomorú történethez a végén, amit én írtam. Két is fél oldalon keresztül a mű címe Egy csonti élete. Átjavítottam, mert először az volt odaírva, hogy egy csonti naplója. Ebben a mesében az életemet fogom elmesélni. Egy csonti szemszögéből írtam az egészet? Egy csonti, amit a csalira kell tenni? Mi a fasz? Az egész úgy kezdődött, hogy egy milánói csonti laboratóriumban megszülettem. Milánói csonti laboratórium? Ott éltem 5 napig. Oké, emberek, Magyarországból jött egy rendelés, 2 kiló csontit kell elszállítanunk. Most csak ennyit mesélek el ebből a sztoriból, szerintem hihetetlen izgalmas a többi része is. Ha szeretnétek, hogy elolvassam nektek végig a történetemet, a csonti életét, szeretnétek belőle külön videót, azt is írjátok le kommentben. Ha tetszett nektek ez az exkluzív videó, akkor lájkoljátok, ha szeretnétek még ilyen videót, akkor írjátok meg kommentben, és lájkoljátok következő videómét. Sziasztok!